Első ránézésre azt hihetnénk, hogy Szolnokon, Szegeden vagy Győrben vagyunk, pedig a kellemes tavaszi napsütésben nem ezen települések versenyzőit láthatjuk a vizen, hanem városunk kajakosait, akik immáron a keleti főcsatornán készülnek. Elfordulunk törzsből, jobb oldalon töröd a csuklód. Tartsd meg egyenesen, mert fájni fog később. Kíván egy picit dőlj előre. Jó lesz? Ezek pedig már Varga Lajos edzőszavai, aki a motoros hajóból folyamatosan jó tanáccsal látja a gyerekeket, akik sportorvosi igazolásuknak és versenyengedélyüknek hála hivatalosan is eljárhatnak edzeni. Ha pedig már lúd, akkor legyen kövér, és a fürdő melletti csónakázótó helyett inkább a keletire járnak ki, amely óriási minőségi előrelépés, akár csak egy futónak, aki a körpályáról végre kiszabadulhat a változatos terepre. Milyen érzés mondjuk egy 300 méteres pályán körbe-körbe futni? Na hát ugyanez nekünk, kajakosoknak, hogyha mondjuk egy 18-20 kilométeres edzést meg kellene csinálni bent a tavon, az nehéz. Tehát hogyha ide kijövünk, még hogyha a fönt látható Görbeházi híd alá megyünk, az is egy kilométer ide, tehát már 2 kilométeres körrel könnyebb megoldani a 18 kilométert. Úgyhogy a válasz egyszerű. Sokkal könnyebb, tehát itt nekünk minden. A gyerekek már február óta igyekeznek annyi időt a szabadban tölteni, amennyit csak lehet. Más opció ebben a járványügyi helyzetben most úgy sincs. Így Simai Györgyi vezetésével már február óta kint tréningeznek a gyerekek, a lehető legjobban alkalmazkodva a körülményekhez. Futást azt itt a gáton szoktuk, mikor milyen távot, van amikor egészen a túlsó hídig elmegyünk, tehát nem ide a Görbeházig, amik 1 kilométer, hanem tovább a másodikig. A visszafele utat is próbáltuk már, de az annyira nem jött be, nagyon ki van járva az út, úgyhogy a futás része az itt szoktuk megoldani. A kondi része az úgy működik, hogy a nagyobbak is, akiknek van otthon eszköze, azok felajánlották, kihozták, és azokkal tudunk kondizni, edzeni. Vannak saját súlyos kondik, a kisebbek miatt főképp gerinc torna jellegű edzések vannak, törzsizomerősítő, az evezés miatt, mert elég gyengécskék még nekik, úgyhogy arra fektetem a nagyobb hangsúlyt, és az eszközös, a súlyzós, mindenféle más eszköz viszont már a nagyobbakkal használtatom. A hosszú tél után a Dominó Diáksport Egyesület gyermekei már nagyon várták, hogy végre a szabadban edzhessenek. Elvégre kajakozni csak itt lehet, illetve most az egészség megőrzése szempontjából is így a legjobb. Örültek neki nagyon, már várták, már viszketett a tenyerük, hogy végre lapátot foghassanak, de ügyes, jó képességű gyerekek felfogták, hogy meg kell várni azt, hogy tényleg az idő is alkalmatos legyen erre. Az időjárás halassan is, de csak beadja a derekát, így az elmúlt napokban már igazán kellemes volt a vízen edzeni. Igaz, ha őszinték akarunk lenni, akkor a profi kajakozáshoz a keleti főcsatorna sem éppen a legideálisabb. Ennek ellenére itt már rendesen fel lehet készülni a Dominó DS-e versenyzőinek az előttük álló megmérettetésekre. Egy középszerű vagy egy jó versenyzőnek mindenképpen sokkal jobban kihasználható, mint a tó. Az persze, az fontos lenne nekünk is, hogy szélesebb legyen a vízfelület, de ha már így marad és így tudunk edzeni, én azt gondolom, hogy itt is fel lehet készülni egy vidéki versenyzőnek. Szabó Deli Bálint is ezen versenyzők közé tartozik. Természetesen őt is bosszantja, hogy a mostani járványhelyzetben semmi sem olyan, mint lenni szokott. Azonban annak örül, hogy legalább edzeni lehet. Az új rendelet szerint ugye most meg vannak tiltva a benti edzések, úgyhogy nekünk is ki kellett jönni nagyjából 2 hónappal hamarabb, mint ahogy az előre megtervezve volt, mert ugye általában olyan április eleje közepe az, amikor vízre szoktunk szállni, de hát most azért februárban kellett. A keleti főcsatorna azonban jó mencsvárnak tűnik. Ebben az új közegben Bálint is élvezi az edzéseket. Most ugye egyelőre hosszúkat evezünk, és hát a mai nappal azzal is nagyon meg vagyok elégedve. Most például 8 kilométert eveztem,
A vízen serénykedő kis csapatban olyan is van, aki tavaly augusztusban kezdte el az edzést, és nagyon beleszeretett ebbe a sportágba. Most kaptam egy új hajót, és már nagyon szeretném kipróbálni, de itt még nem volt lehetőségem, mert nem mertem vízre szállni, ezért majd a benti tónál fogom kipróbálni. A tavon, amely idén, ha a járványhelyzet is engedi, ismét központi helyszíne lesz a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesületnek. Ott rendezvényeket fogunk majd valószínűleg megvalósítani, illetve táborozási lehetőségek lesznek a tó körül. Lesz új kis faházunk, egy pici kis ékszerdoboz lesz az majd. Oda tervezzük a nagyon pici versenyzőket, kis kajakosokat, akik éppen megtanultak úszni és beülnek a legkisebbeknek szánt eszkimó hajóba. Tehát az egy kis vízi bölcső lesz, és aztán, hogyha ők kibontogatták a szárnyaikat, akkor szépen egy kilométerre arrébb kijövünk itt a keleti főcsatornára, és már indul a keményebb munka, aki ezt vállalja. Addig is mindenki készül az idei év versenyeire, amelyek közül nem tudni, hogy mit fognak megrendezni és mit nem, mivel már az egyik első megmérettetést, az áprilisi hídépítők kupát is eltörölték. A következő nagyobb megmérettetés az a győri maraton bajnokság, azt hiszem május 17-i környékén. Én remélhetőleg, és azt látom, hogy ez megtartásra kerül. Hát ugye most arra készülünk. És utána pedig majd megyünk a rövidebb távok felé. Azok tulajdonképpen tavon lesz megrendezve, a Velencei tavon, vagy esetleg Szolnokon, vagy Szegeden Matyéri kajakkenu pályán. De hát most ilyen szempontból nekünk ez a folyóvíz tökéletesen megfelel arra, hogy ezekre a versenyekre felkészüljünk. A gyerekek pedig boldogan jönnek ki ehhez a folyóvízhez, a keletihez, amelyen evezni mindenképpen sokkal izgalmasabb és kalandosabb, mint amit a gyógyfürdő csónakázó tava tud nyújtani. Igaz, most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy legalább az edzéseket meg lehet tartani az egyesület gyermekeinek.